Sziasztok! Szép estét kívánok! Üdvözlök mindenkit! Hétfő este van, elkezdődött a hét, este van, így hát streamelünk. Szóval a heti menetrend úgy nagyjából összeállt, bár sok múlik azon, hogy hogyan haladunk az Elden Ringgel. Alapvetően a végjátékba fordultunk, szóval elvileg nincs már olyan sok, de hát ugye ez csak rajta múlik, hogy hogyan haladunk, de két stream szerintem még lesz, hát három már nem biztos, de persze majd meglátjuk, jó? Úgyhogy még van pár kérdőjel a heti programba, de úgy nagyjából már összeállt. Discordon látjátok a menetrendet, de akár itt Twitchen is, illetve le tudjátok kérdezni a bottól is. Na, úgyhogy csapjunk is bele, Sherita Drip, köszönöm a beköszönő százast, szia, szép estét kívánok neked is, kezdjük is el, én azt javaslom. Oké. Szóval a végjátékra fordulunk, ugye itt vagyunk Azulában. Átöltöztem, mert közben rájöttem, hogy ezt a ruhát is föl tudjuk venni. Ez meg elég menő, legalábbis én úgy gondolom. Úgyhogy most ebbe fogunk menni. És akkor körbejárjuk ezt a helyet. És megnézzük, hogy merre is vagyunk, és merre is kell mennünk. Oké. Milyen kellemes fiatal emberek vártak ránk itt rögtön. De semmi probléma. Megy a nagy lakmározás. Mellé ütött. Na. Oké, itt ennyien voltak. Nem tudom, hogy merre kell menni, eljövünk erre, aztán majd meglátjuk. Lehet, hogy nem erre kellene, feltétlenül. Hát igen, gyanús, hogy nem erre kell. Na, de nem baj, mert felfedeztük ezt is. Hát igen, itt nem nagyon van út tovább. Na, se baj. Oké, akkor menjünk a másik irányba.
Oké. Az igen. Oké. Nem nagyon megy le a HP csíkja, azt nem tudom, látjátok-e. Ellenben nekem igen. Valahol lémlik egyébként ez a fight. Szerintem valami ilyesmit már csináltunk. Oké. Ó, szia, nem nincs öde. Hogy ez ellen kellene a háj ruha? Hát igen, valami olyasmi rémlik nekem is. Reméljük azt nem adtuk el. Mondjuk physical damage-e is van bőséggel. Most csak megnézem. Hát, amúgy... Szia Nevermind, szép estét! Én amúgy nem gondolnám, hogy ez most nekem olyan nagy előny, mert a fókusz és a Vitality-re ad sokat, de az itt most szerintem nem játszik, mert nekünk a Lightning Damage ellen kellene. Oké, nem nincs oda, semmi gond. Szóval szerintem jók vagyunk mi így, mármint hát valamelyest. Azt nem tudom, hogy milyen damage-et alkalmazhatnánk. Az a bajom még, hogy olyan nagyon nem megy le a HP csíkja. Jó, hát valamennyire megy. Persze.
bleed-el. Most egy nagyot bleed-elt. Úgyhogy... akkor a bleed az oké. Igen, csak... Na végre. Oh. Oké, és aranyos sárkány, szia Sheriff, szép estét. Hát igen. A bleedet használtuk ki, okvetlenül. Nem láttad a HP csíkját? Hát, nem nagyon lehetett látni. De volt valamennyi. Igen, igen, kis enemy volt csak, tehát nem boss. De nem lehet bemenni. Nem lehet. Megy be lehet? Nem lehet. Jó, menjünk tovább. Jó. Ó. Oh. Oké. Az a kérdés, hogy respawnol-e, bár mondjuk meglepődnék. Az ilyen nagyobb kis enemik nem szoktak respawnolni. Igyekszem nem leesni, igen. Thank you.
Valaki itt varázsolgat. Na, itt van egy lift. De ott bent megnézzük, hogy ki varázsolgat. Ja, hogy ő. Könyv. Oké. Sűrűn vannak a grészek. Ami nem baj. De most lehet, hogy nem is ülünk le feltétlenül. Kérdés, a lift az shortcut? Amúgy. Vagy az valahova elvisz innen? Hát nézzük meg. Mert erre biztos tudunk tovább jönni. Mondjuk általában egy lift az mindig shortcut, de... Nézzük meg. Nem shortcut? Aha, arra visz le. Hát... Hát, amúgy mindegy, merre megyünk. Alapvetően nézzünk körül. Holnap jön a Disney Plus. Így van. Be is pörgetek egy pár sorozatot. És végre van időm. Óramutató járásával megegyezően körbe a mappon. Aha. Oké. Oké, és nevermind. Jó szétesett ez a hely egyébként. Hát, igen, más a tudat, hogy fizetsz valamiért, és úgy nézed, vagy alternatív
forrásokból szerzed be, és úgy nézed. Ez az ilyen, nem is tudom, hogy hívják ezt, ilyen tudatalatti lelkiismeret furdalás. Ha létezik ilyen. Valaki lövöldöz. Ezek kemények. Ott egy gréz. Hát igen, mondjuk ebben a havidíjasban az a jó, hogy sok mindenhez hozzáférsz, és nyilván eldöntheted, hogy mit nézel. Ha meg nincs semmi sorozat, amit éppen néznek, akkor csak visszamondod. Aztán majd, ha jön, akkor megint előfizetsz. Ezért szeretem ezt tényleg, hogy ott volt nekem is, amíg néztem egy sorozatot az Apple TV Plus-on, addig volt előfizetés, aztán véget ért, nem volt más, visszamondtam. Jó sci-fi? Hát, az mindig van. Hát ugye, amit én sci-fit néztem mostanában, az a Amazon Prime-on, a Expanse. Az egy nagyon jó sci-fi sorozat. Akkor az Apple TV Plus-on volt a For All Mankind, amennyiben az sci-finek nevezhető. Szerintem észrevett. Az igen. Itt fölkeményedtek azért az ellenfelek, azt kell, hogy mondjam. Igen, segít Adria, az alapítvány is jó. Vagy hát, na, nekem tetszett. Nyilván van valami nagy hardcore Asimov fan annak,
nem tetszik, de hát szerintem nekik semmi nem tetszik. Hálót még nem láttam. Az a baj a hálóval, hogy ezt még most szerintem megvenni se tudnám. Mármint, hogy... szerintem az a Paramount Plus-on megy. De nem biztos, nem tudom. Na mindegy. A prioritási listámon nem különösebben van elől a háló. De egyszer eljutok odáig, és akkor biztos megnézem. Hűha! Well, ez intenz volt. Az egyik megvetni már az összes többit? Hát, igen. Ó. Oh. Tehát oda kéne eljutni akkor. Hát gondolom nem erre. Úgyhogy akkor megyünk tovább. Hát lassan amúgy tényleg az vagy, az egyik megveszi az összes többit. Lásd ugye Disney. Jó estét, Kambli, szia. Sheriff volt olyan, aki úgy jött be, persze. Volt olyan, aki nyáron... ja nem, télen melegítőbe jött be. Viszlát, édesapám. Hát figyelj, Sherit Adri, szerintem ki lehet ezt úgy kombózni, hogy... hogy kinézed, hogy melyik sorozat mikor jelenik meg, vagy hogy jelenik meg. És akkor megvárod, arra kifizetsz egy hónapot. Tehát így, így tudod, így mindig csak egy szolgáltatóra fizetsz elő. Egyszerre. És akkor úgy... úgy számolod ki, hogy mindig... mindig jó legyen, mindig legyen mit nézni. Hagyd már abba. Túltolják a PC-séget. Kicsoda. Nyilván tudom, hogy van olyan, aki gondol mindenkire, úgymond. De azért a túltolás egy kicsit... túltolás az... hát igen, valaki túltolja persze, de... most visszajöttünk? Igen, visszafelé.
A második évad jobb, határozottan. Az mi az ott a földön? Ki ez a törpe? Ja nem, ez ugyanolyan magas, mint én. Csak innen tűnik úgy. Érzitek ezt a szagot? Ő amúgy kicsoda. Ezt lehet tudni? Bernál. Ó. Ő megígérte, hogy segít nekünk, ha kell. Hát, kérjük már meg, hogy segítsen. Hát... Nem a legjobbkor jöttem ide amúgy, mert... Healing sincs. Bernál inkább a cserepeket töri össze. Nincs healing. Jó. Nem tudom, hogy a tehát Goskin duó, tehát egybe van a HP-juk. Stun és Pon. Hát valami olyasmi volt, igen. Ja jó. Hát te kell lesz ide nagyon amúgy. A summon sign csak a másik oldalon van, ahogy látom. Úgyhogy átszadunk a másik oldalra. Na várjál. Igen. Eltévedtem. De most így sincs summon sign. Hol van a summon sign? Lehet, hogy bentebb kell menni. Hagyjál már békén. Sosem nem mehetek be. Eléva, nem. Ja, itt van.
Tehát egyedül tervezem a többit. Csak hogyha van ilyen segítő NPC, mint például ez a Bernál, akkor tőle kérek segítséget, de... Ennyi. Hát, amúgy... Talán annyiból jó. Hogy a fókuszt elviszi. Majd mint az agrótna. Egész sok HP-t leszedett amúgy. Így azért nem olyan vészes. Oh. Bernál gondolom elment kávézni, vagy ilyesmi. Ó, pont beadta a bleedet. Öld meg Bernál, öld meg. Gyerünk Bernál, püf! Ez az. És még egy. És meg is vagyunk. Így van. Szuper! Bernál jó szolgálatot tett. Na, szóval tényleg a kérdésre én nem akarok summonolni. Ez a Melania is csak azért volt, hogy... De persze majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Hogyha nagyon-nagyon elakadunk, akkor lehet, hogy fogunk. De igyekszem anélkül csinálni. Hát nincs annyi. Yeah. Hát 50 ezer kéne még, annyi nincs. Jó. Mondjuk, ha itt összeszedjük a... Ja, itt hiába szedem össze a rúnát, mert elvesztettem az előbb. Úgy tényleg a Fire Giant is azzal volt. Hát igen, mondjuk azt is meg lehetett volna anélkül. Na jó, most már nem nagyon akarok használni. De.
Jó, próbálom nézni, hogy merre kell tovább menni. Talán erre? Hát arra is lehet menni. Meg erre is lehet jönni. Ez ugyanoda vezet. Nem tudom. Attól félek, hogy le fogok esni. Mire elég jó esély van, persze. Ez dobál itt. Ne dobálj! Sedit Adri, ez egy praktikus jó tanács. Oké, okay, menjünk tovább. Be lehetett menni a... egy ilyen kis ajtón. Csak el akarok erre jönni megnézni, hogy itt mi van. Anya... Ambus Attila? Oké. Okay. És még itt fölfele is el lehet jönni. Aha. Ott van akkor a boss aréna, ahogy mondtátok.
Hát nem teljesen így akartam, de így is jó. Mered a távolba. És nem esett le. Oda valonnan máshonnan kell átmenni. Mondjuk innen. Oké. Jó. Tudom, ez a csomó Smithing Stone. Hát lassan már ott tartunk, hogy még egy fegyvert ki lehetne maxolni. Ide meg kettő kulcs kell. Na van, itt is lesz ambush. Nem, itt egy lift van. Ó. Oh. Hát most megpróbálhatunk szintet lépni. Kell egy kicsi. Ott egy legendary item a messzeségbe, ami mindig kicsi aggodalomra ad okot, mert ezt általában nem szokta csak úgy odaadni a játék. Shit. Ahogy mondtam is. Egy Lord's Rune. Oké. Na itt még jó lenne körbe szaladni. Ah, csak az a baj, ha most leülök, akkor ezek respawnolnak, amivel most nem akarok nagyon vacakolni. Viszont szintet lépni is kéne.
Láttam az árnyékát, pont Nevermind. Arról jöttünk, csak megkerültük ezt az épületet. Most följünk ide. Valami elkezdte tekerni az óram. Elnézést. Bocsánat. Na, itt le lehet oda menni. De egyelőre nem mennék oda le. Kimaxoltuk már, amit a Golden Seed-del ki lehet maxolni, úgyhogy... Hol vagyok? Oké... Okay. Ó, csak nem. Sándor. Szia, Sándor. Ah, I see you finally made it here yourself. The city hanging in the air is slowly crumbling. What an incredible place we find ourselves. But that aside, I can't believe you felled that giant. It was practically a god. I doubt there's another soul out there who could have done the same. Of course, I count myself. The great Alexander. Nyilván. Many, which means I've but one thing to ask of you. Would you kindly undertake my ordeal? Come and tell me when you're ready. I've been longing to fight a warrior as accomplished as you. Mamint, hogy mi? You are ready then, I take it.
Then let us begin. I am a great jar warrior. I am a fist, Alexander. Lend me strength, O warriors. Let us become one champion together. Az igen. Victory was impossible. This vessel was found lacking. Ez olyan szomorú. De nem azért harcolt meg, mert ellenség, hanem mert ő egy harcos. My thanks. I knew you were the stuff of champions. It was a marvelous battle. I implore you. Take what I bequeath from inside me. Oh. Our vessels are destined to one day break. But the great Alexander lived as a warrior to his last. Hát ez nagyon szomorú. És megkaptuk Alexander belsőségeit. Hát életre halára... Nem. Nekem erről mindig az izé jut eszembe az ilyen harcosokról a Spartacus sorozat. Hogy a harcosok egymással hogyan... na, mindegy, hogyan viszonyultak ehhez a dologhoz. Szagos content? Az összes runánkat el fogjuk veszíteni. Azt mondjátok meg, hogy grace van-e erre felé. Egy szintet tudnánk lépni. Nem tudom, melyik volt a legközelebbi. Hát, na mindegy. Megoldjuk valahogy. Hát azt mondjuk... Ez így nem okés. Shit. Oh, nem baj, visszajönk ide. Ez annyira nem nagy baj, mert most ide vissza tudunk jönni. Csak jó lenne útközben nem elpatkolni, meg ilyesmi. Meg jó lenne visszatalálni.
Jó, tudom, hol vagyunk. Ott hagytuk a markert, így van. Igen, erre. Így könnyebb visszatalálni. Amúgy. Itt volt ugye Sándor. Nem jönnek ezek a gyökerek. Nem jó. Nem ez volt, de nem baj. A lényeg, hogy elköltjük. Mindegy, amúgy. Ó, és akkor ez volt? Nem, ez volt. Szerintem. De mindjárt megnézzük. Nem, nem ez volt. Hol volt? Hát de itt volt fönt. Csak ez volt. Na már összekavarodom. Nem. Temple oltár, aha. Az ott mi amúgy? Weak? Weak sauce? Hát... nem ez volt. Baj, megtaláljuk. Hát, vagy legalábbis csak megtaláljuk. Ugye ez volt a... Hát vagy... Lehet, hogy ez volt, csak itt valahova föl kellett menni. Nem, nem ez volt.
Na ez azért, hogy... Még egyel éjszakabbra. Lift. Hát mondjuk valami lifttel mentünk föl, az kétségtelen. Így van. Oké, köszi. Na akkor most visszaszaladunk oda. Megpróbáljuk azt a két pupákot helyre tenni. Nem érek rá. Torony mögött a lút. Aha, oké. Hát, gondolom nem erre a lútra gondoltatok. Meg itt most... Ó! Oh. Oké. Okay. Hát igen, szomber. Nem baj. És itt már voltunk, igen. Ja, itt már voltunk. Na gyere! És még ide is átugrunk. Jó. Na. Hát... Opa. Semmi baj. Oké.
Hát még ott volt egy lenti rész. Azt még nézzük meg. Még el lehetett, be lehetett ide jönni, csak mi ide eljöttünk, ide felugrottunk. Aha. Még erre el lehet jönni. Ó. Oh. Hát. Azért nem két HP, de... Beadta a bleedet. Jó. Hát ez a Smithing Stone-ért mindenképp megérte. Szerdán valami ilyesmire gondolok, tehát vagy még Elden Ring lesz, ha addig befejezzük, akkor meg valószínű a True Colors-t kezdjük el. Lesz majd Diablo 2 is, csak... Hát még nem tudom mikor. Valószínű nem a héten. Jó, hát ahogy látom itt nincs más. Ez a nagy forgószél. Hát akkor ezt a részt is körbejártuk. Hát én itt más nem látok. Nem. Nem most. Most csak itt végig szaladok. Igen. Jó. Na, iszok egy kortyot. És akkor azt kéne tudni, hogy merre tovább. A lift után már közel a Paradontax. De akkor az erre van? Szerintem arra se voltunk még. Jó, hát valahol itt ugrálni kell. Ez csak ilyen random terület.
Lesz egy templom két pupákkal. Mert akkor gondolom most már a paradontaxat kéne megkérdezni, hogy hogy van. De hogyha ez a legközelebbi grész, és itt van fönt valahol, akkor gondolom valamerre erre kéne jönni. Hát meglepő módon. Ó, hogy ez respawnol. Nagyon örülök neki. Vissza a lifttel. Ó, oké. Vissza a lifttel és úgy tovább, jó. Tehát akkor itt fönt, akkor ezek szerint semmi nincs már. Reméltem, hogy itt van a lift. Nagyon hamar leértünk volna. Csak arra kell menni. Igen. Ez remekül sikerült. Arra már voltunk. Erről jöttünk. Igen, itt a lift, amit a kulcs nyitott. Oké. Mekkora menekülés volt. Jondor Korintosz, igen, három fajta az ilyen oszlopokból. Jó. Igen, ez a oszlopok. Bemegyek a boltba, oszlopok. Hát... lehet, hogy itt más nincs. Nekünk legendary item volt, szóval megérte eljönni. Nézem, hogy merre lehet leugrálni. Hát erre inkább nem kéne. Arra, mintha le lehetne. Csak minek? Hát arra. Nem vette észre.
Jó, és szerintem itt, mintha már jártunk volna. Igen, itt már jártunk. Menjünk erre tovább. Újra. Mondjuk ott volt egy pár ajtó, amin nem mentünk be. Ez kétségtelen. Mondjuk ennek most nem sok értelme van, mert... De itt nem mentünk be. Nem mintha itt szerintem lenne bármi, de... Ó, és de! Aha, erre kell tovább jönni. Jó, oké. Igen, a ellenfeleknek is van iframe-je. Jaja. Érdekes módon. Mondjuk így fair. Oké. És itt is föl tudunk jönni. Fú. Tehát egy ilyen hely rémlik, mint egy ilyen helyen már lettünk volna. Hát igen, amazing. Ott egy kutya. Hát mindegy, gyerünk erre tovább. Annyira ismerős ez a hely, hogy mintha már itt jártunk volna. Itt van az Ambus Attila. Csak jártunk már itt akkor. De akkor most miért jöttünk ide vissza? Nem tévedtem el, amúgy. Tudom, hogy hol vagyunk.
Oh. Oké. Jó, meg vagyunk. Ott egy item egyébként. Ott is marad. Én oda ki nem ugrok. Jó. És akkor itt mentünk el föl. De most nem megyünk föl. Ha nem, akkor erre jövünk tovább. Hát az ott kicsoda. Kruszi? Az egy kruszi, ugye? Kruszi. Ó, hogy én hogy utálom. Most innen találjak vissza. Hol a... Itt van. Hát igen, a kruszi az ilyen, az... Nem kérdezi meg kétszer, hogy mi a helyzet. Nincs messze. Legalább ennyi, hogy nincs messze. Az igen.
Vérkopó step. Hát igen, az is egy jó tipp. Megoldjuk. Mert nem olyan vészes, csak... Régen harcoltam már Kruszi ellen, aztán... ritmus már nincs mindig meg. Nagyjából rémlik, de... nem tökéletes. Mindjárt jó lesz. Ezt hát, ha ezt is be tudjuk egy kicsit csízelni, hogy öngyilkos legyen. Levesse magát a mélybe, vagy ilyesmi. De most sem volt rossz, hát fél HP-t leszettük már. De az előbbi trepkedett már. Hát. ADP. Növeli az iframe-ek számát rollnál. Hát igen, mondjuk nem hangzik rosszul. Tudnám használni. Hát igen, eléggé OP-nak tűnik, lehet, hogy erre jöttek rá ők is. Azt nézem, hogy nincs itt valahol Marika, de... mi a...
Az mi a... Basszus. Nagyon nagy hiba lett volna itt most hílelni. De most már jó. Oké. Na. Csak visszajött a ritmus, hogy hogyan is kell. Meg is van. Ó, és ott egy Grace. Nem lett öngyi. Hát, azzal lett öngyi, hogy belém kötött. Le is ücsörgünk. Ott egy madár. Mindketten csak... Mindketten csak hadonáztunk, mint a hülyék. Oh. Nem akartam. Ő a weak sauce? És itt ez most... Ja, gondolom ez a shortcut. Majd lentről kell aktiválni. Hű. Itt egy ajtó. Ezen nem lehet bemenni. Igen, nagyon hisztis kedvében van most ez a... Ez a sari. Létrázzon a királyért.
Hagyjál már! Hát, ezt nem hiszem el. De ennek még csak ennyi HP-je van. Már nem baj. Félre ne értsetek csak. Hello, para, szia-szia. Egy ütés kellett neki amúgy, de kérette magát. Na, akkor nézzünk szét. Van egy legendary item. Arra lehet tovább menni. Szerintem ez is egy smithing stone. Így van. Jó. Hát akkor menjünk is arra tovább szerintem. Vagy... Próbáljunk meg oda felugrálni, nem tudom, hogy innen föl lehet-e. Lehet, hogy nem. De... És itt is van egy seed. De ezzel tényleg nem tudok már mit kezdeni. Jó. Hát akkor itt fönn csak a seed volt. Meg ez a pármadár. Jó, na gyerünk tovább. Amúgy meglepően nagy ez a terület is. Hát itt is azért már itt keringünk lassan 2 órája.
Nincs több healünk. Aminek annyira nem örülök. Le fogunk esni. Ne dobálj! Itt lesz a Paradontax? Jött a healünk. És itt volt a Grace közel. Lehet, hogy át kellett volna csak itt szaladni. Az a baj, hogy most jöhetek vissza a messziről. Jó, nem is a messziről. Okay. Itt is vagyunk. Jó. Jó. És akkor itt kell majd leugránunk a Paradontaxhoz, majd mindjárt megnézzük, csak itt körülnézek, ha látnék valamit. Oké. Itt egy lift. És akkor ez lesz a shortcut.
Nem biztos, persze. Nem, itt egy rész. Hát erre lehet tovább jönni. Jó, akkor megnézzük ezt a Paradontaxot. Itt lesz a fő boss mang, oké. Okay. Jó, jó. Na, és akkor itt lehet valahol leugrálni. Ezt kéne megkeresni, hogy hol. Hát nem erre, az biztos. Na. És akkor ide jövünk, és itt pedig lefekszünk. És meg is érkeztünk. És jó, ott Hessel. Na. Rengeteg kérdésem van. De inkább csak kezdjük el. Fogalmam sincs, hogy mi fog történni.
Hol van? Hát... nem volt sok. Hova megy? Nem akar játszani, vagy mi? A kis huncut. Hűha. Jövünk. Hát... ezzel nem tudom, mit kellett volna tennem, de nem baj. Ó, köszi Nevermind a javaslatot. Hát, amúgy nem volt rossz. Lefele. Tehát... egy picit több damage kéne. Az a helyzet. Nem tudom, hogy applikáljak rá freeze-t a kardra még. Nem tudom, hogy az, az ellen gyengébb esetleg. Nem figyeltem, hogy bleed-et adott-e be. Mindenre strong, nagyon jó. Na jó, én itt hagyom ezt a bulit. Hagyjatok már békén. Hol van? Itt. Weak to physics. Hát igen, a Pierce. Mondjuk az annyiból jó, hogy pont olyan kardon nálunk. Vagy ez slash? Ez slash damage, nem Pierce. Meg kell bökni. Hát igen.
Hát, ki kell dodzsolni az atakjait, az biztos. Meg kicsit jobban oda kéne figyelni erre amikor így szórja a villámokat, mert abban elég sokat bekaptunk. Lehet, hogy ott tényleg jól jönne a Bloodhound Step. Most mondtam. Pész a haverod rokona? Egyszer lolosztál is vele. Én egyszer adtam elő vele egy konferencián. Sőt, egy klánba vagyunk Clash of Clansba. Csak ő most nem játszik. Emiatt egy kicsit mérges is vagyok rá. Mit kerestem én egy konferencián a Pírszámi? Szevasz! Igen, igen, ilyen e-sport. Hát nem egyetemi, az nyilván mi a egyetemi e-sport szakosztály képviseletében voltunk, de ez, hát nem is tudom, hogy debreceni e-sport meeting volt, vagy micsoda. Akkoriban sok konferenciára jártam. Segít, Adri, miért nem csatlakozom a mi klánunkba? E3-ra egyetemi kirándulás? Hát... jó lenne amúgy. Oh.
Ó! Oh. Próbáltam egy Bloodhound steppet, pont amikor lecsap, nem volt jó a timing. Hol van? Megunta. Szóval segít, Adri, nem kell meghívó, elég, hogyha kattintasz, hogy csatlakoznál. Mondjuk lehet, hogy most nincs hely, de nem baj, majd kidobjuk parát, úgyse játszik. Ha jól láttam, a freeze nem sokat ért. De úgy nagyjából az izése szerintem. A hemorrhage. Vérzés nem adott be szerintem, vagy legalábbis én nem láttam. Szóval kb. Tényleg csak azzal tudunk most operálni, hogy dodge-olgatunk, aztán hátha
Előbb-utóbb sikerül. Ja, a Sherry Todrick már, para már múltkor is mondta, hogy nyugodtan kitehetjük, mert nem játszik. De amúgy sok más egyéb van, akit ki lehetne tenni, mert nem játszik, szóval... Na mindegy. Esetleg még a fizikkel tudnék annyit mókolni, hogy a lightning damage-et tudnánk egy kicsit csökkenteni. Tehát a lightning meg a fire damage-et. Mert az van sok. Meg ez a staggerrel. Mindent rám zúdít. Nincs több healünk, csak mondom. És ezzel nem, ez nem, nem, nem tudom, hogy mit csináljak vele.
Az mit csinál? Ilyet eddig nem csinált. Na jó, egy kicsit állítsunk a fiziken. Stamina nem ér sokat. Jaj, ez holy attackot boostol. Igen, ehelyett kéne valami, mert ez az all damage negation, ez oké. Okay. Ez FP. HP, hát... Vagy csak ez minden damage-re gondolom. De ez csak egyszer. Úgyhogy ennek azért nincs sok értelme. Hát jó, megpróbáljuk ezt. Esetleg még ezt a rúnát megpróbáljuk bekattintani. Meléniát. Jó. Nem erre. Hát még ehelyett be tudunk tenni egy ilyet. Egy boldrék talizmánt. Kicsit a dexünk leesik, de annyi baj legyen. Szerintem az nem olyan nagy baj most. De a lightning damage az jó, hogyha kicsit kevesebb. Akkor kipróbáljuk most Meléniának ezt a lifesteal rúnáját. Mennyire használható. Na hát lássuk. Nem akarok róla beszélni. K
kértem a liftet, hogy jöjjön föl. Én így szoktam hívni a liftet, na. És most amúgy fönt lesz? És fönt van. Ó, köszi Sedit, Adri. Hát, hogy ma meg lesz-e, azt nem tudom, ma olyan 11-ig vagyunk nagyjából. Nem azt mondom, hogy esélytelen, csak... Hát na. És a legvégén még vannak ilyen plusz move-jai. Na mindegy. Próbálkozunk. Szia Kekerényi, szép napot. Hát hétfőn azért csak nem. Hétfőn nem millerezünk. Meg nem lehet az minden nap. Oké. Sikerült ezt is jól kidodzsolni.
Minek combosabb kart, kekerényi? Minek? Hát minek? Fölösleges. Bőven elég volt ez is. Bőven elég volt. Na jó, azért nem. Jó lett volna egy combosabb kar, de na mindegy. Megoldottuk. Remembrance of the Dragon Lord. Nagyon jó. Hát csak meg lett ma. És amúgy... Hát jó, most nem fölöslegesen öltük meg, de... A befejezésünk szempontjából szerintem... Nem volt annyira fontos. Persze, nevermind, megyünk tovább. Itt nincs semmi, ugye? Mármint ezen kívül. Gondolom. Nem úgy értve belefér, hogy meg is csináljuk, hanem hogy belefér, hogy megpróbáljuk. Na jó, akkor gondolom itt nincsen semmi. Úgyhogy akkor erre megyünk tovább. A köpenyest Meléniához hasonlít. Az jó lesz. Ó, elköltjük. Jó, hát több szintet nem tudunk lépni. Viszont ezt most visszacseréljük a Dexes medálra. Jó. Igen, nevermind, tudom. Az rémlik. Na jó, menjünk akkor tovább. Elnézek erre, hogy itt mi van. És itt van egy gatekeeper, igen, láttam. Hát, próbálkozunk. Mi az, hogy sikerül? Az ugye más kérdés. Körülnézzünk már erre. Oh, hello! Véletlenül ráléptem. Ott egy láda. Ó. Oh. Hello, Bernal. Hogy igyeg?
Ó, oh, de jó, hogy ti is itt vagytok. Hát... Oké. Okay. A jó öreg Bernál. Igen, de kár volt bemenni a épületbe. Mert akkor kihúztuk azokat a... Én most megoldjuk jobban. Nem ezt akartam. Kemény amúgy ez a Bernál. Oké. Okay. Adott cuccot. Nem keveset.
Na. A Blasphemous cucc jó lesz a köpenyes ellen? Na mi van itt? Old Lord's Talisman. Extend spell effect duration. Remek. Jó, hát itt akkor na, menjünk vissza. Köpenyes? Tehát akkor, amikor köpenyes. Na várja, ránézek erre a dologra, hol van ez? Vagy ez nem... nem fegyver. Ja, olyan, mint a Shackle. Oké. Jó. Majd rátesszük a valami hotkey-re. Gondolom így simán használni kell. Amúgy nem volt rossz. Jó. Jó. Hát, ez alapvetően sima, olyan, mint a többi ilyen lovas. Nem teszem be a neve. Csak nagyobbat üt. És ez se, hogy hílelni amúgy.
Na most ez bemeli. Oké. Amúgy nem reménytelen. Én úgy gondolom. Ez a villámlás, ez nem jön jól itt a végén, de szerintem nem reménytelen. Okay. Oké, ilyet még nem csinált. Nyilván akkor, amikor alacsony a HP-m, akkor csinálja. Ez világos. Oké. Azt látom, hogy többször le lehet ütni a stance-ről, vagy... Na, értitek. Jó lenne ezt megpróbálni többször megcsinálni. Csak nem tudom, hogy hol kell leszúrni.
Hűha. Miért hílelek? Megunta. Egész egyszerűen megunta. És megvan. Oké. Na, hát szerintem menjünk vissza ide a... Lépjünk szintet. Mert... Hát nem biztos, hogy tudunk. Ugye megnézzük. De tudom. Csak elköltjük a rúgnákat. Kés. És akkor rárakom. A gyors gombra. Ezt. Jó, hát meglátjuk, mire lesz jó. Thou approacheth destined death. I will not have it stolen from me again. Ne dobálj! Nézzétek meg, hogy dobál.
become my blade once more. Az igen. Mi történt? Hogy mondjam? Tehát meglehetősen harcias. Oké. Semmi baj. Megpróbáljuk. Az első fész nem tűnik olyan vészesnek. Végül is elsőre meglett. Szóval nem tűnik annyira vészesnek. A második az, jelen fogalmam sincs, hogy mi történik. Na jó. Jól ment. Hmm.
Most azon gondolkodok, hogy simán kidodzsolom azt a hármat. Simán, mármint hogy, na, nyilván nem simán, de kidodzsolom azt a hármat. Betolunk egy kis lifesteal-t. És akkor utána benyomom a cuccot. Azt sem tudom, hol vagyok. Na jó, újra. Nem Sedit Adri, az volt a szombati volt a leghosszabb eddig. Hát így alakult.
Hát, ezzel a kombóval nem tudom. Tehát most hányat kéne dodge-olnom? Még nem vagyok kész, haver. Az igen. Jó. Nem, a második fésznek van olyan move-ja, amit ki lehet dodge-olni, de ez a kombó. Meg hogyha max HP-n vagyok, akkor még az izé se olyan vészes a... az a három lövöldözés utáni atak igazából. Nem tudom. Tehát azt se látom, hogy mi történik körülbelül. Ez a fő probléma. Meg hogy hova lehetne így el... Tehát dodge-olni... Hát nem tudom.
Ó, köszi Sedit, Adri. Köszi a százast. Hát, kipróbáljuk azt is, csak hát lassan tölt HP-t, max HP-ről szed le egy pillanat alatt. Kardja virágít, amikor lehet klózni. De egy sárgán világít, jól láttam? Most mi történik? Igen, de láttam, hogy világított, de a három lövés után benyomtam a cuccot, és nem is tudom, mi történt. Hát ugyanúgy bekaptam a damage-et. Hamar volt.
Fogalmam sincs, hogy hogy lehet ezt benyomni. Nem volt jó. Semmit nem tudok csinálni. Na jó, szerintem ma itt megállunk, mert azt mondtam, hogy 11-ig vagyunk, és hát itt most meg is állnánk. Folytatjuk majd szerintem holnap, sőt biztos, hogy holnap, mert hát ez van a menetrendben is. Viszont ma tényleg meg kell állnunk, mert
Most is van még egy kis dolgom, meg holnap is. Lesz dolgom bőséggel. Úgyhogy én megköszönöm a figyelmet. Hát azért haladtunk, voltak boss fightok, megcsináltuk a paradontaxot is, meg ilyenek, szóval azért jó. Időkérdése, hogy felhekkeljük ezt a bosst is. Itt a második fész az aggasztó, hogy egy pillanat alatt ki tud nyírni, de hát Istenem, megoldjuk majd mindenképpen. Na, én nagyon szépen köszönöm a followokat, szubokat, csíreket, donéteket, de legfőképpen az, hogy itt voltatok és néztétek. A heti menetrend látható, holnap Elden Ring, a hét második felében pedig Resident Evil Village. A szerda még a kérdéses, attól függ, hogy haladunk, de azt majd megbeszéljük holnap. Még egyszer, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, legyen kellemes hetetek, és további kellemes estétek. Sziasztok!